Hello. Szevasztok, srácok, üdvözlet! Elmények jó reggelt! Jó a dizájn elemért, hogy ide kerül, de uh, még éppen uh, szipókáztam belőle egy keveset. Kell inni is. Jó reggelt mindenkinek, üdvözlet! Um, Hétközeppe van, óriás lehűlés, ez nagyon fontos, uh, eső és társai. Ennek egyébként részben örülünk, uh, felfrissül a testem. Tegnap este jó. úgy elvesztem a baromi durva szelet a, a teraszon, hogy majdnem ott aludtam el. De ezt most teljesen komolyan mondom. Amúgy um, jó viszélye volt tegnap, tényleg? Nagyon király volt. Ha ott alszom már, akkor reggelre valószínűleg egy lila genyzacskóként ébredtem volna fel, úgyhogy nem tudok beszélni. Tudom, hogy sokkal hogy örültek volna alapvetően. De hála Istennek nem aludtam el. Ennek az az oka egyébként, hogy mostanában így letámasztom azt, amit nézek, mert ameddig így fogom, addig nem alszok el. Amikor letámasztom, akkor vannak gondjaim a kerti bútoron, amit ugye az erkére helyeztünk el, mert a kert nincs. De ez most lényegtelen. De jobb az idő, és ez nagyon fontos. Ez a lényeg, igen. Lehűlés lesz, rácok, eső. Igen, de mindenképpen örülök ennek. Baszó vihar lesz, az biztos. Úgyhogy tudja, beázunk megint. Yes! én, erre, én ezt már nagyon régóta várom, de, de ez van. Igen. Um, mit akarok mondani? Tegnap információ már csak azért is, mert igen, csak lemaradtam vele, és azért úgy elmondanám nektek, akit érnek el. Tegnap végre, mivel, hogy ugye a nevez uh -huh. megérkezett, még korábban csak nem volt időm, megnéztem az új kedvencek temetőjét. Na legalább jól szól. Ennyit tudok mondani egyébként, hogy baszú hangja van, az nagyon-nagyon tetszett, tényleg kitettek magukért ezzel az Atmos hanggal, bár én nem atmoszban hallgatom, csak 51-ben, akkor is kurva jól szól, ennyit lehetok uh -huh. mondani. És szerintem kellően megcsavarták az eredeti történetet, tehát számomra azért meglepő volt, hogy azért nem minden úgy történt, mint az eredeti verzióban. Szerintem Litgó még mindig kurva jó színész, aki ugye Jarodt játsza, de minden esetre kár a filmért, mert szerintem annyira nem lett jó. Nem nagyon szoktam azt mondani, főleg ilyen klasszikus dolgokra, hogy, hogy, nem lettek túl jók, mert ugye végül is remake, tehát nem is annyira klasszikus. Fura. Fura. De, de nem lett annyira rossz. Tehát szerintem meg lehet nézni, annak annyira nem lesz rossz, aki nem látta az eredeti filmet. Annyit viszont mindenképpen szeretnék elmondani, hogy akármennyire volt rohadt gagyi, úgymond a dolog, annak idején az eredeti verzióban az a klasszikus misztikussága és, és az, a, az a, az a libabőrös téma, amit ugye Stephen King tud csinálni, az benne volt a régi verzióban, ebben meg egyáltalán nem. Kicsit ilyen, kicsit ilyen, ilyen nagyon jumpscare-es, nagyon, nagyon, traumatikus akart lenni ez a film, túlságosan is, szerintem. Nem, nem volt gond, amit átírtak benne, így első körben, de de nem tudom, én úgy éreztem rajta, hogy, hogy túlságosan 2019 lett a film, tehát James Care ek abból is csak ugye mérsékelt mennyiségben, de egyértelmű, hogy mikor és hol lesz, mm -hmm. ami egyáltalán nem illik ezekhez a filmekhez, szerintem, meg a másik az, hogy ezt a sokkoló hatást, azt, hogy mennyire undorító a bizonyos dolgok, ezt megpróbálták túltolni benne. Nem most a Hát de azért, mert a, tehát képzelete nincs már az embereknek. Tehát gyakorlatilag úgymond meghökkenteni, sokkolni nem nagyon lehet az embereket már olyan dolgokkal, mint annak idején lehetett, pedig azért ott a practical effektek elég guztustalanok voltak, még az, az, eredeti verzióban is. Az nem elég. Az nem elég. Sokkal guztustalanabb kell legyen. Üm, ez van. Ez váltja ki mai a mai emberekből a reakciót. Ja. Nem lett annyira rossz, nem is lett annyira nagyon-nagyon jó. Szerintem amúgy négykább a kurva jól néz ki, és baszat jól szól. Azt érdemes mindenképpen erőltetni, mert, mert tényleg nagyon jó kis effektek vannak, nagyon jó a hang. Nekem nem, nekem nem, nem hozta azt a, azt a régi feelinget egyáltalán. Egyedül itt Go, tehát Judd a karakter, az kurva jó. És az ilyen régies, és ilyen feelinget hozott a filmbe. A többi karakter, az szar. Egész egyszerűen. De legalább. De legalább túlestem rajta, és ez így jó volt. De király, ezt régóta meg akarjuk nézni. Én is meg akarom majd nézni mindenképp. Mondom, hogyha az eredetit láttad, akkor olyan nagyon sok... Láttam, persze. Ö, akkor vannak benne úgymond ö, olyan döntések, amik, amik máshogy történnek, amiben van logika. Uh -huh. És így sokkal... Ö, hogy is mondjam, nem az, hogy hihetőbb, mert, érted, ö, hanem sokkal érthetőbb az egész, hogy uh -huh. hogyan tud ez megtörténni, de nem feltétlenül pozitívra hajtotta a dolgot. No. Na mindegy. Mindenképpen meg akartam osztani veletek. Csak hogy tudjatok róla, hogy, hogy ez így megvolt. Őszintén szóval tegnap ezt csináltam, illetve mondom, tegnap este és ma reggel kicsit átnyalasztam a régi könyveket, ha már tegnap beszéltünk róla, mármint mm. aki ott maradt. Mert ugye hát lássuk be, hogy egy Rainbow Six Siege streamben a legjobb dolog arra, hogy elígesszük az összes nézőt az, hogy könyvekről kezdünk el beszélgetni, mert ugye hát akkor mindenki összehányja magát, mikor nekem beszélnek gyümölcsről. Pedig csak száz ember ment néztem. Tényleg? Az a száz ember biztos ment Fortnite-ozni. Nem, egyszerűen nem érnek őket a könyvek. Szerintem. Nem Azok Fortnite-oznak. de filmekben nem megyünk túlságosan bele, azért, mert tudjátok, az a baj, hogy amikor én egy filmről beszélek, azt vagy nem látta valaki, vagy utálja. Érted? Vagy nem akar filmekről hallani korán reggel. Ilyet is kaptam, mint olyan ez van. Ez van. Nem nagyon tudok uh, jobban, úgymond, belemerülni ebbe a uh, témakörbe sokszor, mert ugye általában gond van, mert elszpoiler ezek 70-es évekbeli filmeket, meg uh, meg, meg ilyenek, ilyenek. Ilyen problémáik vannak uh, jelenleg. Egyébként, a Szejdem se lehet megunni a filmes témát, mindig van miről beszélni, de ja, igen. Ez van. Micsoda? Jó, igen, igen, ez a másik a temel, igen, ez egy másik fennálló probléma, hogy igen, az a baj, hogy könyvekről sem merek beszélni, mert vannak, épeszik. Tehát ez, ez nagyon fontos. Üh, nem tudok ebbe mondom, jobban belemerülni, csak ma akartam veletek beszélni ezt a filmet. Na most gondolom, mivel, hogy ugye üresbe fogunk járni, amúgy a tegnapi témára visszatérve, beszéltünk nagyon sok olyan dologról, ami, ami, ami státuszszimbólum, luxus dolog, meg minden, és hát valamennyien azért szóltatok, vagy, 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 vagy reagáltatok rá, általában ilyenkor mindig megszoktam nézni külön a chat szekciót, mert mint így, így, ma reggel, vagy az adott reggel a tegnapi chat szekciót, mert műsor közben nem nagyon szoktam figyelni, mert akkor nagyon átereli a figyelmet. És látom, hogy sokan megpróbáltatok azonosítani egyébként. A, a drága dolgokat, amikről beszéltünk, olyan dolgokkal, amik jobbak, mint más dolgok, vagy ö, az emberek esetleg úgymond kicsit kiemelve érzik magukat tőlük. És erre mindenképpen rá akartam térni, hogy ez nem teljesen igaz ebben a formában. Mert az emberek nagyon sokszor azonosítják a drága dolgokat a jó dolgokkal, illetve a drága dolgokat a menő dolgokkal. Na most a drága dolgokat a jó dolgokkal én is sokszor abban a hibába esek, hogy azonosítom a jó dolgokkal, főleg, hogyha olyan témakörről van szó, amit nem ismerek. Tehát mondjuk például, amit egy wc akarok vásárolni, akkor nem tudok másra hagyatkozni, mint arra, hogy valószínűleg a drága lesz a nagyon jó. Mivel, hogy nem értek hozzá. Hogyha egy témába jobban belemerül az ember, akkor rájön arra, hogy létezik árértékarány, meg arra, hogy mit tudom, mi az, ami megéri, mi az, ami nem éri meg, meg rájön arra, hogy nagyon-nagyon sok dolog van a világon, ami kurva drága és rohadt szar. Na most Millió ilyen dolgot tudnék mondani, csak az a baj, hogy a világban élünk, mint hogyha bizonyos embereket a magasságuk miatt kezdenék el piszkálni. Nem, akkor, nem hogyha olyan dolgokról beszélek, ami szerintem kurva szar és drága. Ugye ne beszéljünk ilyen nem, nem, nem. Um, mert az, az igazság, hogy a legtöbb ember úgy reagálja le, hogy nekem olyan van, szóval nekem nincs igazam, vagy ő is mond szerinte szar dolgokat, ami drága, amit az életében nem próbált ki, tehát nem tudja, hogy szar vagy nem. De um, nagyon sok mindenki például azt hiszi, hogy ha valamiből a választja, választja, akkor abban nem fog elromlani és hogy tíz évig jó lesz. Uh -huh. Ez nem így van. A világ megváltozott, az az igazság ebből a szempontból nagyon. És van, aki még mindig hiszi, hogy nem, mert vannak olyan márkák, akik mégis arra próbálnak törekedni, hogy de-de-de, mert nagyon sok ideig gyártunk, és azért drága. Nem. Sajnos nem. Sajnos az utolsó ö, dolgok is ledobták már magukról ugye a láncot, és hát gyakorlatilag már nem is nagyon tudok mondani olyan márkát, ami, ami igazából tartós lenne drágán vagy sem. És most már, most már olyan dolgok is bementek, mint az autók, mint a háztartási gépek, gyakorlatilag most már egyszerűen nem futnak annyi ideig a dolgok, mint azt akartuk, és nagyon furcsa az is, hogy az emberek hogyan választanak. Tehát meg kell érteni azt, hogy ez a fajta ö, beállítottsága a piacnak hogy működik. Ugye nagyon sokan ugye státuszból vesznek nagyon drága dolgokat, hogy az emberek lássák, hogy milyen jó drágák. Sokszor erőn felül. És sajnos az emberek nagyon-nagyon-nagyon sokszor találkoznak azzal az esetben, hogy hiába volt róla drága, ugyanúgy álbaszulik és sokan nem mennek rá ezek, a, ezek, az emberek arra, hogy olyan termékeket választanak, amik úgymond, úgymond gagyik, mert ez nem menő, tudjátok, mit tudom én, és nem értik meg azt, hogy az emberek azért választanak néha kevésbé menő vagy gyengébb minőségű dolgokat, mert belátták, hogy ugyanúgy elkúródik a dolog. Ez sajnos ilyen. Egyébként talán van egy kivétel, ami a mai napig is megy, és az nem más, mint a ruha. Szerintem, hogy egy drágább ruhát veszel, aminek ilyen jobb az anyaga, tehát nagyon fontos az anyag. Tehát, hogy azt azért érzi az ember egy ruhán, hát azért az még mindig megvan. Hogy veszel egy drága ruhát, az tartósabb. Hát vannak olyan drága ruhák, hát, ja, Igen, igen. De az elektronikai eszközök az tény, hogy az mindegy, igazság hát, hát, Igazából én, én, amiket tapasztaltam, pont utána néztem ennek, tehát egy csomó ilyen nagyon prémium dolog, ami, hát most nem, attól függ, hogy a ruhában miről beszélünk. Itt most nem feltétlenül mondjuk arról beszéltem, hogy mondjuk egy 40 ezer forintos pulóver, mm -hmm. hanem ugye ezekre a divat cuccokra ö, gondoltam, tudjátok, ezek, a, ezek az egyedi tervezős kurvágek, mikor ilyen, ilyen nem tudom hány százezer forintos, ö, 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 ilyen iszonyat három méteres ruhába járkálnak, hogy olyan szarból van, hogy nem igaz. Ja, Sokszor ezek a kitűnős dolgok, tudjátok, ö, ezekre gondoltam, hogy, 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 ne, hogy, nem hozzák azt a ö, minőséget. Nem tudom megmondani, hogy nyilván a luxus márkák közül sokat én nem próbáltam ki, uh -huh. uh, csak ezeket próbáltam uh, nézni. A tényszerű, hogy egy, uh, egy, egy drágább, mondjuk póló uh, tovább uh -huh. írja, mint egy olcsó. Uh, bár, honnan várj egy kicsit, most egy kicsit kilendültem. Hát igazából, nem tudom, vannak például akik esküsznek arra, hogy a basic tucok uh, a bizonyos boltokban uh, jobb minőségek, mint a legtöbb márkás dolog. Én nem no. értek egyet ezzel egyébként, mert mert tényleg van tehát nagyon sok olyan márka, ami megkéri az árát, és Igen. jó, és sokkal jobb minőségű. Én nem tudom, én egy különleges eset vagyok, mert ugye dagadt is vagyok, meg túl sokat nem is mozgok, ezért izzadok, dörzsölődök, becsípődök, mindent csinálok, mert rajtam nincs olyan ruha, ami nem bolyholódik ki, az meg fél év alatt. A faszba már állandóan mosni kell, mert vagy büdös, vagy ronda. Nem tudom, hogy van -e, van-e még van -e még ilyen ember itt, de, de én ilyen vagyok. Egyszerűen nem tudtam elérni még olyat. Vannak pólóim, amik, mit tudom én, vagy mintájuk miatt, vagy az anyagjuk miatt, vagy a márkázás miatt drágák voltak, és így nem. Minden szétkopik a gecibe. Mm. Az az igazság. Tehát most az, hogy valakinek, valakinek számít az, hogy mondjuk ilyen márka, vagy olyan márka, vagy amolyan márka, én megértem, vannak márkahő emberek, vannak, akik szeretik a minőséget. Én inkább megértem azt, hogy egy bizonyos anyagot, vagy egy bizonyos típust szeret az ember. Mert ugye nagyon sokan elfelejtik, nem tudom, hogy maradtunk most így ennyire ruhába, de ez a, nem ez a lényeg. Tehát vannak emberek, akik, akik felfogták azt, hogy a ruha, egy része hozzáér a bőrükhöz. Ez nagyon fontos. Képzeljétek el, például ez a póló hozzám ér. ez nagyon durva. Tehát mindegy, hogy kobrakáj van rajta gyakorlatilag a karatekölyökből, meg mindegy, hogy milyen márkája van gyakorlatilag, hogy nem tudom, milyen márkája van, mert egy ilyen képregényboltszerűségben vettem még külföldön, mert mindegy, hogy milyen színű, hozzáér a bőrömhöz. Ez nagyon fontos, és ezért nagyon számít, hogy miből van. Nekem például van olyan pólóm, amit imádok hordani, mert imádom, hogy hozzáér a testemhez a póló tök kényelmes, mert hmm. minden, és 48 másodperc alatt úgy leízedok benne, hogy három méterrel lehet tudni, hogy jövök. Tehát ez az elég durva. Ö, szóval vannak szempontok, ami alapján választ ruhát az ember, de nem tudom, rajtam minden szétruhad. De ez, ez én vagyok. Hmm. Ja. Ja, ja, ja. De tényleg ki lehet választani amúgy jókat? Um, de talán ez egy kivétel a mai világban. Én azt mondom. Igazából most az a baj, hogy akkor úgy, úgy érzem, hogy félre lett értelmezve ez a prémium drága érzés, amit megpróbáltam meghatározni. Láttam például, hogy itt felhoztatok az Air max példaképpen. Én is felhoztam egyszer az Air max példaképpen nektek, hogy amikor én ezt utálom ezt a szót, de igazából ilyen sneakeres lettem, mert elég régóta úgymond az vagyok, nem annyira nagyon végletesen, de nagyon szeretem a cipőket. És amikor először próbáltam életembe Air én azért szántam rá végül a pénzt, ezt meséltem már nektek, mert rettentő sokat ilyen napi 12 álltam a melóba, és kíváncsi voltam, hogy ez, ez a termék tényleg jó-e, és hát tényleg nem olyan, mint egy nem légtalpas cipő. Tehát, tehát kurvára érzed a különbséget. De én nem erre a prémium dologra gondoltam, uh -huh. hogy őszinte legyek, hanem egy másik kategóriára, amiről tegnap beszéltünk. Ha valaki azt hiszi, hogy egy drága autó nem romlik el, egy drága laptop nem romlik el, egy drága tévé nem romlik el, az téven ugyanúgy elbaszódik minden. És rohadt bosszantó lesz, és rohadtul lefosnak a garanciával, sőt, legtöbb esetben a nagyon drága dolognál még amúgy is, tehát még, még jobban lefosnak a garanciával. Amúgy tehát amúgy. nagyon nehezen reagálják le az emberek. És ezért kell megérteni azt, hogy valaki 3 millió forintot, forintért vesz magának egy laptopot, nem azért, mert szükségem arra, hanem mert mert érdekes, meg új, meg van rá pénzem, az, mikor először találkozik azzal, hogy a három millás lapjára azt mondja a gyártó, hogy beszoptad. Igen. Akkor ő nem mondja, hogy nem már. Jó, akkor majd veszünk valami mást. Ez az a kategória. Amikor valaki erőn felül veszi ezeket, akkor szokott általában lefejelődni ilyen szempontból, mikor mit tudom én, kap egy terméket, mondjuk egy ilyet, és megvette jó drágán, vagy nem tudom, és akkor az első problémájára azt mondják, hogy te basztad el, viszlát. Jó. De meg azt mondod, hogy ha verhet, négy éves porlok el a laptopra, ez a termék nem neked való. Ez olyan, amikor valaki azt mondja, hogy egy, mondjuk, tudom, egy 60 millió fontos autót nem tud tankolni. Igen. Tehát én ezt értem, de nagyon jó, sajnálom. De ez van. Ja, ja, ezzel, jaj, ezzel jaj, ez nem mit ez csinálni. Ö, tehát ezt meg kell érteni, hogy muszáj ezekre gondolni, srácok. Ugyanúgy el fog baszódni ugyanúgy el fog baszulni, ez is, az is, az is, ez is, minden elromlik. És azt kell megértsétek, hogy bele kell gondolni mielőtt választotok dolgok, dolgokat, hogy mi történik, ha elromlik. Nem az, hogy megőtte tíz évig hozzá se kell nyúlni. Haver. Ha tíz évig egyben marad, az a világ nyolcadik csodája. Hogy három év múlva gyakorlatilag már arra sem lesz jó, hogy kirajzolja a nevedet egy fekete képernyőn, az is biztos. Tehát nagyon-nagyon nem kell úgymond túlgondolni ezeket a dolgokat, azt kell megérteni, hogy akkor kell termékeket, bizonyos terméket választani, ha dolgozol vele, szükséged van rá. Hogyha ez a hobbi és gyakorlatilag ez az egyetlen dolog, amit szeretsz csinálni, és belevered a pénzt, mert az ember a hobbiába bele kell verje a pénzt, mert ez egyetlen élvezetes dolog a világon. De amúgy, ha csak azért akarod megvenni, mert bling bling meg minden, be kell látni azt is, hogy fel kell fogd, hogy nem fog menni. Nem fog mindig menni, nem lesz mindig jó. Szar lesz, mert elbaszódhat, úgyhogy el is fog baszódni mostanában, tűnt, hogy... mostanában a, a, legtöbb esetben, ö, ugye nagyon sokat hallunk ugye, megbízható telefonkészülékekről, megbízható laptopokról, hogy jó, így nem szólt el, úgy nem el. Például, ö, és ez is egy rossz dolog. És igazából pro és kontra mondom ezt, srácok, mert én nem azt mondom nektek, hogy ne vegyetek drága dolgokat, mert ha elbaszódik, az nagy szopás. Nem. Pontosan ugyanolyan szopás, mint az olcsó dolog. Csak kicsit drágább újat venni belőle. Nem, nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy nem kell megijedni azoktól a termékektől, amikre felmentek a, a, a hardware apróra hogy szeretnétek venni, mit tudom, 800 ezer ér laptopot. És két fütykös beérő, hogy neki elbaszolott egy hónap után. Na és? Akkor mi van? Termék baz meg, tömegbe gyártják, el fog baszódni. Most csak ti ketten beszoptátok, én is szopjam be. Vagy mi? Tehát egy olyan termék, amiből mindegyik szar, az nem, nem sokáig van a piacon, tehát nem kell félni. Tehát ugyanúgy pro és kontra működik ez a dolog. Meg kell értsétek, hogy a drága dolgok is áramlanak, meg kell értsétek, hogy az olcsóbb dolgok is váromlanak, meg kell értsétek azt is, hogy az olcsóbb dolgok nem mindig gyakrabban romlanak el, mint a drágábbak. Ugyanúgy termék. Csak a rosszat jegyzik meg az emberek. Pontosan. Már... És ugye ez a, ez a nagy probléma benne, hogy, hogy megmutatnak, mit tudom én, egy drága terméket, ami el is romlik, és akkor már egyből ugye üvölt az ember, aki megvette a gyáva Üvölt az ember, aki úgy járt, hogy a videót megcsinálták róla, és ugye röhög az, akinek nincs rá pénze, hogy. Beszoptad, igen. Szar. Az a baj, hogy ezek a hozzáállások mind-mind-mind rosszak. Mind, 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 rosszak. Ez most egy olyan dolog, hogy mondom, a legtöbben autóknál halljuk ezeket a dolgokat, hogyha belegondolsz, érted? Mm. Mert ugye nagyon sok kárörvendő ember van. Ja, persze. Hogy ugye röhögnek azokon, hogy na megértő, megértő, drágát, köcsög. Hát lehet, hogy nem vette drágán, tehát ez egy nagyon fontos dolog első körben, de amúgy az autósokon szoktak a legjobban röhögni. Mert ugye azt tudjuk, tehát ugye megtanultuk az autópiacokon, meg a kereskedők, hogy minden autó szar. Ja, persze. Ez az összes, jó, persze. Nem nincs, tudsz jót választani. Jó nincs, csak a Toyota. Tehát így ez van. Ez van. Ennyi. Tehát a Toyota abba fog tönkre menni, hogy a sok tartaléka alkatrészt nem fogja tudni eladni, Igen. mert nem baszódnak el. Az összes, többi szar. Ezért azok megmaradnak. Uh -huh. Mert ugye vesznek másikat az emberek, ez nagyon fontos. Igen, igen, igen. Ez nagyon fontos. Szóval az autóknál alapvetően ez így szokott ö, ö, kijönni, és az a leges, leg, úgymond pont. Mert most ugye az embernek azt mondják, hogy mit tudom én, laptop nélkül kell éljen, vagy vennie kell a bitó 600 as laptopja helyett egy 100 tudjon dolgozni, valahogy megoldja. Az, amikor az autónál azt mondják, hogy 1 millió 8 vagy nem megy tovább előre, az úgy fájni szokott. Hát, az igen. Az, az úgy fájni szokott nagyon. És ugye hogy, tehát ez, is az, ez, ez is arra, arra, arra enged következtetni, hogy az emberek nagyon félnek ezektől a dolgoktól. És azért nézzük ezeket a műsorokat, azért nézzük a reviewkat, meg minden. Nagyon, sokat, nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye az emberek abban hibába esnek, hogy ilyen autót akarok venni, megnézem hmm. a tesztet. De az a baj, hogy az, 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 az a teszt az úgy néz ki, hogy elmondják azt, hogy mondjuk egy hét alatt mit láttak az autó. Igen, az egyik se hosszú távú terci. Ez a baj. De amúgy egyébként a termékekkel is ez a gond. Tehát mi tesztelünk egy észert, tesztelünk egy asszusz, tesztelünk egy HP-t, nem HP-t nem tesztelünk, mi volt másik. Mindegy, nem emlékszem. Teszteljük a gamer laptopokat, mint de. olyan. Én el tudom nektek mondani azt, hogy jó az a termék. Tök jó, tök gyors, benchmark, így megy a játékbáz, meg világít minden. Pisti megmondja, hogy három hónap múlva elbaszódik-e, vagy nem? Honnan tudjam? Honnan nem tudjam azt, hogyha jön. alaplap hibás lesz, mennyibe fog kerülni megcsináltatni? ha lejárt a garancia. Ez így van, ja. Érted? Ezekkel van a probléma. Ritka, Ezek... ritka amikor talál. Hát igaz, hogy szerint ugye, hogyha találtak az, hogy mondjuk egy éves használt után, akkor még már nem annyira hype az út, amúgy. Az adott termék. Hát igen. De mondjuk bár... egy autó esetén az azért még jó. Bőven jó. És azért lehet ilyet találni. Igen. Főleg azért, mert ugye vannak olyan piacok, ahol mondjuk hamarabb bevezetnek egy autót, mondjuk, hogy egy új autóról beszélünk, és akkor tuti fix, hogy találtak róla hosszú távú tesztet is, igen, igen, és az ott jobb. azért kijönnek a problémák. Szóval amúgy érdemes ezzel például várni, hogyha ilyesmi gondolkoztok Főleg amiatt, úgymond szerintem előre léptünk termékek kapcsán, és ahogy utána lehet nézni ezeket a, a dolgoknak, az hmm. a YouTube. Nagyon örülünk igen. neki, hogy a YouTube-on rengeteg sok nem tech-videós, nem YouTuber, csak átlagember készít videókat arról, hogy milyen tapasztalatai vannak. Tehát tudjátok ezek a videók, hogy egy év az elektromos fogkefén igen és igen akkor elmondja, igen elmondja, hogy a hatodik hónapban már voltak problémáim. Ja, 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 és ja. akkor így szépen meg jó. tudod nézni. Na mindegy, ö, egymás után ö, a dolgokat, és nagyon-nagyon királyos képet lehet kapni. Ezért jó a YouTube. Régen ugye ilyesmire nem áldoztak az emberek, mert mivel nem fizetett érte senki, ezért nem csinálták. Uh -huh. Viszont a köz jó. az ugye nagyon fontos. Igazából ezek nem tesztek feltétlenül, nem review ö, egész egyszerűen megosztják a tapasztalataikat, tapasztalataikat az emberek, és e ezekben nagyon előnyös dolgokat lehet ö, kitenni. Igen, megmondom, mondom szintén amúgy sokkal hasznosabbak, mint a review -k. Igen. Mert Csak itt nem sok, termékről Tehát nem sok, bari, termék nem sok termékről van. Ja. Nem sok termékről van. Tehát valaki teljesen bele kell legyen buzulva abba, amiről csinál a videót, vagy valami óriásit kell csalódjon igen, benne, igen, hogy erről igen. külön videót képvis, készítsen, de ez van. Az autókkal kapcsolatban a srácok, ez. Öm, ez meg egy olyan dolog, hogy ezer millió dolgot hallok, hogy mi baszódik el, meg mi nem, meg az olcsó autó szar, meg a korai autó szar, meg a japán autó nem jó, de mégis jó, meg ez a minőség, meg az a minőség. Én azt gondolom egyébként, hogy azokra is pont ugyanúgy kell tekinteni, mint a tektermékekre, mint egyéb más dolgokra, pontosan ugyanúgy elbaszódnak, és Igazából, amikor azt mondja valaki, hogy egy autó minél bonyolultabb, meg minél high tech meg minél drágább, meg minél menőbb, annál hamarabb elbaszódik, szerintem ez nem igaz. Szerintem nem, nagyjából szedem. ugyanúgy baszódnak el az autók, csak a rohad drágákat, azt nagyon megérzik az emberek. Tudjátok. Aztán. Amikor kitűszentel az 55 en meg a faszamat, leasing cég, faszom, tehát megveszed a részletet, meg minden, és így kiejti a váltót 3000 kilométernél, meg csak garanciával nem gond. Igen, csak azért az ember úgy elkezdi vakargatni az állát, hogy. Igen. Ennyi pénzért már ne, hogy, hogy bánja, így... szar legyen. Hát igen, és ez igaz. De történt. és jogos amúgy. Ez, 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 ez egy valós dolog. Üm. Szóval igazából nagyon-nagyon sok uh, nyelveregetést hallatok. Vannak olyan műsorok, ahol lehet ezekre hallani. Ugyanúgy elektronikai, ugyanúgy autó, ugyanúgy uh, ingatlanvásárlás kapcsán, minden kapcsán. Egyébként vannak ilyenek. Most ugye az ember egyébként kurva nagy szarban van, szerintem, amikor, amikor, amikor választani akar. Például, mondjuk laptopot akar venni. Van, aki ugye nem, de van, van olyan ember, akinek nincs köze a gaminghez, ez nagyon fontos. Uh -huh. És akkor miből él a tapasztalatokból, meg a visszajelzésekből? Amiket tíz évvel ezelőtt hallott. Mi laptopot vegyünk a Delt kell venni, Delt kell venni, mindenki, aki dolgozik, Delt használ, Delt a legjobb, Delt best. Érted? Akkor megveszik a Delt, ugye? A, média már neki, végre valaki ezt Delt, yes. Uh -huh. Érted? Ez nagyon fontos, hogy azonnal adják neki, oh -oh 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 -oh. már sétálnak be hátra, basz, az meg az sörért, főnél adtam a Delt. Ne boss! Érted? Szóval best, persze csak viccelődök. Úgyhogy ez alapvetően így szokott működni, és az emberek megveszik, elbaszódik, és utána borzasztó csalódottak. Ezek, ezek, ezek olyan dolgok, hogy nem tudják, hogy hol nézzenek utána, nem tudják, milyen tapasztalatokkal kell rendelkezni. A autóvásárlásnál is ugyanez a probléma alapvetően, hogy nem tudják, mit választanak. Mindenki, mindenki a tech cuccokból is, autókból is, mindenből, ami japán, az kurva jó. És ez igaz is. Um, na most az más, az más kérdés, hogy nem, nem minden japán dolog készül Japánban. Nem. És nem minden japán dolgot raknak össze a japánok. De ez ezt. De legalább japánok tervezték. Így van. Én tudom példát, ellen példát mondani mindenféleképpen uh, dolgokra. Például a korai autókat köpködik nagyon sokan, ugye, mit tudom én, ki a Hyundai és a többi, um, hogy ugye minőség, meg Korea, meg mit tudom én. Én azt gondolom, hogy minőségi problémájuk nincsen ezeknek az autóknak, legalábbis egyelőre. Egész jól bírják jó, jól mennek az utakon, az emberek szeretik őket, olcsón elérhetek, stb. A minőség körülbelül ugyanazt a szintet hozza így arányaiban, mint ahogy az ára alakul. Szerintem mm. ezzel semmi gond nincsen. Én biztos, hogy nem meg magamnak ilyen autót, de ez egy meggyőződés, tehát igazából most ez nem sokat változtat a tényen. De én azt gondolom, hogy nem kell azt gondolni, hogy mondjuk egy Volkswagen-nél nem fogja tovább bírni egy Kia, mert olcsóbb. Nem, miért nem? Miért ne bírnája? -ja Persze. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Um, minden, tehát sokan esküdöznek például a német autókra. Uh -huh. Öm, uh -huh. Nem tudom, tehát én, én egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy egyszer volt dolog volt. Hát az, az volt. Öm, mert, most már ez egyáltalán nem relevál. Sőt, nem csak most, hanem már azt mondom, hogy egy ilyen már tizen pár éve az előfordulnak hibák. Én, 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 én azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon hogy sok probléma szokott lenni ezekkel a kocsikkal, nagyon drága ö, ö, dolgok ö, fordulnak előjavítás szinten. Öm, nem tudom, nekünk ugye van tapasztalat alapvetően mercedes és is, BMW-vel is, családba is, cégbe is, mindenhogy is ö, ö, ezekkel a kocsikkal. A legtöbb ö, egyébként valamilyen, nem tudom, hogy a gyártási év miatt, vagy a, a PEK miatt, vagy nem, nem tudom, de igazából ez a szénelüzemelő gőzmozdony szintjén mozog most. Hát igen. Egyébként ö, igazából ö, egy olyan 250-300 méterről a fák mögül onnan lehet tudni, hogy most éppen melyik BMW jön, hogy milyen a Milyen színű füst. Igen, szín a füst. Nem, igen. Legalábbis, legalábbis nekünk. Szerintem borzalmasak egyébként. Ez az én saját véleményem, de borzasztó. Igen, rettentő kényelmes autók, borzasztó sportosak, kurva a jól nem. mennek, mi is nagyon az szeretjük igaz. egyébként alapvetően a azt a részét, csak hát sajnos sok a gond vele, pláne hogyha nem újról van szó, ami nyilván ja, hát nem újról van szó. De az újakra is vannak problémák. Egyébként. Azokkal is vannak problémák, igen. Mondjuk engem például sosem hagy még ki a BRB sztori, mert most is mégkal beszéltem, hogy az övé is, ugye, hát... Hát a hűtőn a... Hűtőna. De, igen. Hm? Nem tudom, de ez, milyen magas de ez, volt a füst. ez, a, ez az a kocsi, ami a hengerfejes volt, nem? Igen, de csak egyszer! De csak egyszer! De csak, de csak egyszer! egyszer. egyszer. egyszer szóval, na mindegy, de... Na mindegy, nem lényeg. Az a 46 de most ez egy ilyen, ilyen dolog. Én nem feltétlenül mondom, nem, nem, akarok, nem akarom kipécézni a VMV-t, mert nem erről van szó, csak elég sok tapasztalatunk van ö, ö, vele, és ugye elég sok ö, sok probléma volt ö, ö, vele. Az ember most ilyenkor az... ugye egy negatív élményel távozik. És ilyenkor az a rossz érted, hogy, hogy használtam veszel egy kocsit, és mm. akkor rákad azért pénzt. Mm -hmm és még azután is valami kis baj előjön, érted? Ami, miután rágtott egy csomó pénzt. Igen, ez a van, De nekem például, nekem például, az a véleményem, hogy például ugye a BMW-nél, hogyha mondjuk az N46-ot nézed, vagy egy populárisabb SUV-t, vagy bármi ilyesmit, baromi sok, nagyon népszerű autó, és ezért is hallasz Jó, annyi, hát annyi, annyi, rosszat róla. Üm, úgyhogy úgyhogy ez, egy, mondom, ez, egy alapvetően egy olyan dolog, ami, ami, ami látjátok, ilyen fals. Értitek? Mert ugye van egy csomó olyan ember, aki például vagy BMW-t, vagy Mercedes-t, vagy Audi-t használ, ha már német autókról van szó, és soha nincs vele baja. Ja, hogy? Ne Mert ilyenek, ilyenek is előfordulnak. De ettől függetlenül mégis valahogy van egy ilyen, egy ilyen köztudsz, hogy ugye romlott a minőség a német autók terén. Hát valamilyen szinten biztosan uh -huh. romlott, de ugye ez is egy olyan dolog, amit hogyan mérsz fel? Hogy éppen kivel találkozol? Igen. Vagy mi alapján? Jó, és egyébként tényleg, most írjátok itt, de egyébként tényleg vannak olyanok, akik, akiknek nagyon bejött a BMW. Vannak olyanok Vannak is? olyanok, de megmondom őszintén, hogy az én ismerőség körömben, hát nem tudnám megmondani, nem, nem is, nincs is olyan. Nekünk nincsenek jó tapasztalataink. Ne, nincs olyan ennyiben. egyébként, akinek bejött a BMW, úgyhogy nem de, Na mindegy, de mondom, ez pontosan a miatt van, mert egy rettentő népszerű márka, a többi német márkával együtt, és főleg egy igen. olyan márka, amit szeretne nyomkodni. És akkor e, hát igen, nah, mindegy. Igen. Ezért, ezért amúgy csod... nagyon rizikós hogy használtam menni. Ez, ez egészen biztos. Azt én. És pontosan ezért akartam mondani, hogy ez is egy jó példája annak, hogy az ár nem feltétlenül... Öm, öm, teszi oda a minőséget mellé, vagy feltétlenül azt, hogy kevésbé romlik el, és a többi. Mondom, nagyon sokan köpködik az olcsó márkákat. Én nem tudom, én teljesen meg tudom érteni azt, hogy egy felnőtt életgondolkodású ember, akinek, akivel nem csajozni akar az autójával, hogy egy, egy egyszerű, mit tudom én, családi kombit választ, mondjuk egy egy, egy, hétköznapi márkából legyen egy Ford, egy Renault, vagy akár egy Hyundai, egy Kia. Én ezt teljesen megértem, ugyanúgy számítógépekből is, ugyanúgy telefonokból is, teljesen megértem azt, amikor valaki nem hajlandó azért, mondjuk mit tudom én, sok százezer forintot fizetni egy telefonért, hogy mutogassa, vagy hogy mm. csajozzon vele, hanem nem akar fosni, hogyha leesik, mi történik, ha széttörik, vagy ha lefagy, mi történik, vagy hogyha jövőre jön egy új modell, ami sokkal jobb, és a faszért költettem félmilliót Tehát nem akarnak ebbe belemászni. És én csak azt akartam bennetek a tegnapi beszélgetés kapcsán, hogy nagyon nem kell egyébként szerintem erre koncentrálnatok. Mert valójában a, a dolog alfa és omegája mindig ugyanaz, ami tegna, amire tegnap is jutottunk. Valójában nem érdekel senkit. Nem, nem. Ez, tényleg a tegnapi beszélgetés még ez lett. Bizonyos szintekig mondani. lehet, hogy izgat ilyen lelkileg üres, felületes, szerencsétlen embereket az, hogy ö, amikor leülsz egy szórakozó helyre, akkor mi van rajtad, meg mit dobálsz ki az asztalra, a kulcsot, a telefon, mit tudom én. De ezek az emberek valószínűleg pont addig fognak érdeklődni irántad, amíg meglátják, és vagy azért nem jönnek oda hozzád, mert amit kibakoltál szar, vagy azért, mert túl jó. Igen. És hogyha jó is, akkor körülbelül 5 másodpercig tart ez a dolog, hogy ha ja, jó. Ja, tök Igen. jó zsír vagy, ezért minden. Ezek felületes dolgok, igazából én nem én, én nem hiszem, hogy erre kell koncentráljatok. Nem, nem kell, nem kell. Ne, próbáljátok meg azt, amit tegnap is mondtunk nektek, ne arra koncentrál, ne azt erőltessétek magatokból, hogy megfeleljetek azoknak az elvárásoknak, amikről azt hiszitek, hogy elvárások. Mert valójában nem azok. Uh -huh. Valójában egyáltalán nem azok. Hogy a két ember jól kijön egymással, öm, legyen ez bármilyen fajta kapcsolat, higgyétek el, pont leszarják, akinek milyen kocsija, meg milyen, milyen telefonja van. Ez így, Kívül, jó. hogyha érdeklődnek hogyha a témai mert akkor halára szivatják egymást a másik szarával, de ez nem ugyanaz. Az nem ugyanaz, jó. Ez egyáltalán nem ugyanaz. Mondom, ezek a témák furcsának tűnhetnek, de én úgy látom, hogy ez egy óriási probléma manapság, hogy az emberek az emberek nagyon kifelé próbálnak meg megfelelni, és ezt tudom, hogy nagyon nagyon triviális dolog, mert ezt látjátok már jó sok éve. Csak valójában úgy látom, hogy eltörnek az emberek ez alatt már. Hm abból a szempontból, hogy túlságosan, túlságosan, azt kommunikálja felénk a társadalom, hogy szükség van ezekre a dolgokra. Mert mikor tényleg azt látják az emberek, hogy már nem tudom milyen, nem tudom kinek is az van, és valójában lehet, hogy ez nem is olyan prémium dolog. Dehogyis is nem. Ugyanúgy prémium dolog, csak olyan emberek veszik meg, akik teljesen indokolatlanul használják ezeket a dolgokat, és ez, Még ez, igaz, ez valahogy azért. nem jön ki. Beszéljünk arról, hogy miért jó a Skoda árérték arányban. Miért beszélünk? Nem beszélünk autókról. Ez nem egy autós műsor. Skoda? És amúgy nem tudnék beszélni a Skodáról, mert nem volt a Skodám. De Nekem még a családban sem. se volt Skoda. Nekem se volt, viszont jókat hallok róluk. Ja. Egyébként általában mindig jókat. Csak nem tudom, miért kell róla beszélni. Nem tudom, én sem tudom. É, de tudom, de. és itt el is értünk a az Alpha és Omegához megint. Na olyan mi? van, mi? Nem. Arról beszéljünk, hogy neked milyen van. Szerintem lehet, hogy Skodától írt valaki. Igen. Tessék, ez a Skodától és baszott jó. Király, csak nem tudunk mindenkivel egyesével beszélgetni arról. De az a baj, én úgy érzem, amikor márkákról, meggyőződésről beszélünk, és pont ezért akartam ezt a témát kiválasztani, mert mindenki azt akarja hallani, hogy ami neki van, az jó. Nem jó. Valójában semmi sem jó. Mindennel a szívás van. Értedek? Azért, mert használjátok. Azok a dolgok nem szoktak áramlani, amiket nem használunk. Hát nem úgy igen. Ez tényleg így van azok a dolgok, amik alapvetően úgy gondoljuk, hogy nekünk tökéletesek, azok nekünk tökéletesek. Ezzel kell kiegyezni. Másnak nem azok. Ez van. Aki szereti a saját tulajdonát, aki, akinek mondjuk egy megbukja van, és azt hiszi, hogy neki van a leggyorsabb számítógépe a világon, az hülye. Aki azt gondolja, hogy a Skodája vagy a Fordja a leggyorsabb a világon, az is hülye. Ö, aki azt gondolja, hogy mit tudom én, az óriás SUV terepjáról a legbiztonságosabb a világon, az is hülye. Nektek feleljen meg. Ne írd be, hogy beszélgessünk a Skodáról, mert nem attól lesz jó a Skoda, hogy én vagy Jani azt mondjuk, hogy jó. Hát ez így van. Attól nem lesz jó a Skoda. A Skoda attól jó, hogy te megvetted annyi pénzért, amennyibe került, és elégedett vagy vele. Ettől lesz jó a Skoda ettől lesz jó a Nike polod, ettől lesz jó az Adidas cipőd, ettől lesz jó a megbukod, vagy az Acer laptopod, hogy te elköltötted rá el a pénzt, és meg vagy vele elégedve. Ezt kell megérteni. Ezt kell megérteni. Mert ha nem, mert ha ez a része nem világos, akkor, akkor nincs hová menjünk. Nem attól lesz jó. Érted? Ez, mindig ugye ezt, ezt, ezt hozok fel például, mert nagyon sajnálom, csak azonban, hogy belő, belőletek van a legtöbb. Nekem a van, azóta a legjobb választás, ugye? Ez hogy ugye bazd meg, hát neked van, nekem van, nekem nincs. Ez, az, hogy ugye bazd meg, Igen. hát te nem tudod? Fél éve használod, baszod. Azt én mondjam, mert aki látta öt percig, mert nem ugyanígy csinált a videót. Na ennyi. Hogy a picsába? Megint arra van szükség, teszteljük ezt, meg ezt, meg ezt a telefont, ami neki van, mert hallani akarja, hogy jó. Az, ez, ez hiattad. ez főleg régebben volt amúgy trend. Így van, trend, nálunk a tech nagyon sok ilyen kérdés van. Te használod, bazd meg te tudod, hogy jó vagy nem jó. Én, aki egy hétre kipróbálom, nem fogom jobban tudni, mint te. Igen, igen. Szóval ez, ez, ez a helyzet, értek, és ez a probléma azzal, hogy hogyan értékelik az emberek a termékeiket. Miért az érdekel, hogy másmit szól hozzá? Senkit nem érdekel. Az autózásban is megy ez a kibaszott faszméregetés. De minek? Minek? Az a baj, nem értem, hogy minek. azt látom, azt so. látom folyamatosan. Érted? Hogy megvan még mindig. Az, hogy a versengés az emberekben megvan, az természetes. És szerintem, más. szerintem kiölhetetlen dolog. Az, hogy minden ember jobbnak akar tűnni, mint a másik. Stb. Ez egy kiölhetetlen érzés. Én nem azt mondom, hogy kiölni kellene, csak egy picit elnyomni magatokban abból a szempontból, hogy ne saját magatokat daráljátok le. Mert mit tudom én, ha valaki úgy érzi, hogy reggel munkában menet, mind a tíz autót hagyja azon az útszakaszon, amíg megy, és megdöglik, akkor is ő lesz az első, aki beér, mert minden, mindennél gyorsabb autót akar. És amikor erre rá, rá fordít öt évet az életéből, és rengeteg pénzt, amit másra kellett volna kölcsön, hogy végre megvegye azt az autót, amivel ő ér be először, akkor rájön, hogy a másik kilencet nem érdekli. Hát és a sem szóval. tudja. Hát ja, ja, ja. Érdel? És ez a probléma az egészen, hogy én azt látom, hogy egy csomó ember kiégeti magát. Érted? Pontosan ugyanaz, ami miatt engem is szoktak baszogatni a sokszor. Látom, jó, megy Apple Watch. Keci, mi van? Az amikor, az, amikor, az, amikor megjelensz valahol, érted? Teljesen mi? De megjelensz egy livestreambe, vagy megjelensz egy YouTube videóba, érted? És mit tudom én, egy Adidas poló van rajtad, tíz másodpercen belül jön egy komment, Adidas. Nem, 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 nem. Jó, de aki én ilyeneket é... ilyen a püsti hallod, hogy, hogy Apple vagy csaj, de jól megy, azok még nem látták, hogy mennyibe kell egy óra. Ez igaz, de most nem ez a lényeg. itt, de itt ez Öm, a, a gond. Tehát az embereket ez, ez érdekli. Ezért érdekli. Vagy az, hogy simán, simán faszok. Tehát vannak olyan emberek például, akik, akik, akik tudod, egy tömegből üvöltenek ki, mint az állat, mindenki lefossa őket, hangosabban üvöltenek, még mindig leszarja őket mindenki, senki se foglalkozik velük, érted? Mm. De nem hagyják abba. Érted? Ez is egy megoldás arra, hogy figyelmet kell fel, de valójában semmi se ér. Tehát ezek, ezek, mind olyan dolgok, srácok, hogy, hogy a társadalmat ezek a dolgok csavarják ki így. Hogy hogy nem csak az emberek állnak úgy hozzá, hogy megpróbálnak megfelelni a többieknek, hogy mondják azt, hogy menő, hanem ez elvárás is ez, érted? Úgy uh -huh. már. Tehát amíg megkapod a visszajelzést, addig van a probléma. Csak én valahogy mindig úgy éreztem, hogy az embereket szokták cigizni azért, hogy milyen gagyi ruhákba járnak, de ha menő ruhákba járnak, senki nem mondja, milyen menők. Mert nem. akkor már el kell ismerni, hogy jobb vagy nálam. Az már gagyi. Az már béna. Maximum úgy megy, hogy jó, megy, köcsög. Honnan loptad? Honnan lopta? Á, ez a kedvenc kérdésem. Nem tudom. Az az igazság, hogy én csak azért beszélek ezekről a dolgokról, mert rettenetesen zavar, hogy egy ilyen világban élünk. rettenetesen zavar engem az, amikor, amiről tegnap beszéltünk például, amit írtatok többen, hogy valaki, tehát mit tudom én, be besétál egy autószalomba, egy ruhaboltba, egy elektronikai boltba, egy óraboltba, egy bármilyen, bármilyen, bármilyen boltba, ahol lehet luxus, meg normál cikkeket is vásárolni, és megtetszik neki a drágább cucc. De nem veszi meg. Mert be fognak szólni az emberek. Ja, igen, amit tegnap is írt meg valaki. Azt tudják kérdezni, hogy honnan van rá. Igen. Mikor tudják, hogy honnan van rá. Tehát ez nagyon fontos. És így azért furcsa, hogy idáig jut az ember, nem? Hogy uh, már. Hogy, hogy az emberek akkora, akkora firgek, hogy befolyásolni tudják gyakorlatilag, hogy hogyan. Jó, persze, van, aki leszarja, most én ezt nem ezt mondom, mert érted, hát. meg van, aki még vergődik is rá. Igen. Uh, Kinéznek. Érted? Kinéznek. És olyan szinten néznek ki, hogy mikor leveszed a helyincke csapot a polcról, és nem gyakran, de mondjuk azt mondom, hogy százból egy alkalommal, ami sok évvel történik, százból egy alkalommal valaki beszól, hogy miért veszed azt. És így leveszi a Tesco színást, ami biztos, hogy szintén nagyon jó, és mondja, hogy fele ugyanolyan. És én nézek rá, hogy te ki a faszom vagy, ki a faszom kérdezett, miért szólongatsz idegen embereket, és mi az anyádnak nem viszed innen a szaras kecsapodat? Érted? Nekem ez jut eszembe, neki meg az, hogy olyannyira nem tudja felfogni az agyával, hogy miért veszem meg a Heinz kecsapot, hogy be kell szóljon, baz meg! Amúgy tényleg vannak. Milyen, Én is milyen ríjén, kibaszott világba élünk? Ja, ja, ja. Milyen kibaszott világba élünk? És akkor olyan izé kerekedik a szem, hogy valaki cikiznek az ember iphone -ja van. Hát a kibaszott ketchupért beszólnak, és most nem viccelek. <laughs> tényleg Érted? Amúgy. Jaj, jaj simán. Tehát nem viccelek. Nagyon durva. Egyszerűen nagyon durva. És így nem tudom feldolgozni azt, hogy hogy a picsába, hogy a picsába tudunk ennyire menni. Én nem, egyszer nem értem. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Nem mindegy, hogy ki mit vásárol, meg hogy mennyiért. Nem tudom, ez, 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 egy, ez egy bozasztó furcsa dolog, egy nagyon-nagyon furcsa tendencia, nem értem. De mondom, ez is a társadalomnak csak egy része egyébként, srácok. Öhm, hát, ö, igen. A másik része az, aki nem mondja ki. Aki nem tudja elképzelni, hogy, hogy, miért kell idegen emberhez hozzászólni, nem emiatt, bármi miatt. Nem, nem, tényleg. Tehát van, van az a réteg, aki nem mondja el, de amúgy így néz. De nem, mond, nem húzol hozzá, de háttérbe azért... Mm, mi ah, ez? Na, adjuk. Vannak ilyenek. Nem tudom. Ez, hogy az emberek... Tehát ért, én értem, hogy frusztrálja az embereket a, a az anyagi része az életnek. Mert, mert frusztrálja, mert ugye nagyon sok esetben ugye rettentő drága az élet, nem tudunk arra szállni, amire szeretnénk, stb. stb. De ettől függetlenül, hogy bazzik, azért ilyen frusztrációt nem kéne kiváltson, bazeg. Tehát van vannak itt országok, ahol nem azon vitatkoznak, hogy ki milyen kecsapot vesz, vesz, meg, bazmeg. meg. Hanem, hogy mondjuk van-e kenyer, vagy nincs. Vagy van-e víz, vagy nincs, és bazzik. Tehát az a baj, hogy ez is túl van tolva. Ez is túl van tolva. És Úgy. nem mondjátok, hogy iligyek, mert oké, okay, persze, az iligység az mindig, az mindig probléma, de nem erről Én van nem szó. Én nem hiszem, hogy a Heinz ketchupnál lenne szó. Nem, nem, nem. nem. Egyszerűen a frusztráció odáig ment, hogy ha te saját meggyőzelésből válaszolsz valamit, ami drágább, hülye vagy. Tehát sikerült meggyőzni magunkat arról, hogy nem, hogy... Nem, hogy a luxus nem választjuk, mert nincs rá pénzünk. Nem, hogy utáljuk azokat az embereket, akik képmutatóak. Utáljuk, amúgy. És a többi nem. Ez mind-mind visszafejtve nem. Hát meggyőztünk magunkat arról, hogy ami drága, a szar. Szerintem a legjobb példa jelenleg, és régen a huawei volt ez, de most a Xiaomi. Igen. Hát a Xiaomi vásárlók mondják azt minden másra, hogy hülye vagy, hogy azt vetted. De ez így volt mindig amúgy. Jó, hát, de tényleg, azért mondom, hogy a Huawei, volt. a Huawei volt. ez eddig. De nem csak annál, csak most már az is olyan nem tudod, a telefon és társai, ja, az, az, az Hányszor hallgattuk Én. végig, hogy, hogy hogy a 30 es tala ugyanolyan, mint a Persze. 30 000. es Ott ott a ZTE is, Fasz mert minden szar. iPhone-t. Hogy lehetsz ilyen hülyebb az meg? Az 50-én ott van. Tudjátok hány ilyenbe bele kellett álljak? Nem azért, mert én akartam ilyesmiről beszélni, mert én nem szoktam hajszítok, hanem ilyen dolgokról beszélni emberekkel. Hanem beléd állnak! Igen. Kiteszi. Hát, ha beszólsz. De nem. Fusztráció az egekben. Nem szólsz baj, miért van zp Jó, meg a kedvencem, ugyanez, most bocsánat, ugye a telefonokról beszélgetünk, be, de, ugyanez eszembe jutott, amikor, amikor a Alibabáról rendelik az a telefonjukat, tudod? Nézd, ezt nézd. Dúrba mi? Alibabáról vettem, 5000 volt. <laughs> Ez a kedvencem faszért veszed meg Xiaomi, Huawei, buzi vagy. A kedvencem az az volt, amikor ezek a, ezekkel a kínai telefonokkal, ez nagyon régen volt, ilyen 2007 8 nem is tudom. De mo most is tart ez. Én, 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 imádtam azt, hogy azzal, azzal menőztek, így csettektek a plázába, érted? Azzal menőztek, hogy mikor megszűnt az analóg fölfelszíni sugárzás, és csak digitális lett, természetesen, mert ugye a, a, balfaszok mindig, tehát a Murphy törvénye, akkor mutogatták be az meg, hogy van analóg tévé antenna benne. Hú, tévé van a telomba, kényó. Érted? Azt tíz rendeltem az ebay-n. Mondom, az király, csak most nem lehet velem mit fogni. Akkor is. Érted? Szóval igen, lényeg, igen, lényeg, az, hogy igen, igen, ez kurva nagy volt. Nagyon bejött. az, uh, az meg, instant adj rák, én úgy hívtam egyébként. Meg el. az órában is volt antenna, Mindenben minden volt antenna, rögtön, rögtön, rögtön halál. Mondom, tehát igazából, mondom, tehát abban abba az időben emlékszem, Szerintem, hát szerintem, hát nem tudom, milyen, nem tudom pontosan milyen telom volt, de ez a ZTE, az itt a Blade. Ez belégett. Belé Engem az vágott kettő, ez már meséltem ezt a tudást. Az volt az első nagyon hype. Nagyon hype telefon, nagyon hype telefon, telefon nem, ami nagyon-nagyon-nagyon olcsó, jobb volt, mint bármelyik. Mindegyik több volt, igen. Tehát az nem Samsung, nem iPhone killer volt, az a killer volt, érted? A Blade, ami kettévág. Na no és nem ez volt a baj. Én nekem semmi bajom nem volt egyébként az a telefonnal. Nem. Tényleg olcsó volt, és tudta, amit tud. Nem az volt a baj, hanem amikor tudod így piszkáltak vele. Kirakta. Na mi van, kérdezd már meg. Kérdezd meg, miért vettem meg. Kérdezd meg, hogy jó, -e ilyen olcsó. Kérdezd meg. És senkit nem érdekelt, már akkor sem. Érted? Nem, De nem. ő nyomta. De ő nyomta. Mikor í? Mikor a telód? Nem tudom, mit tudom hogy tavaly vettem. Aha, újonnan. Pistő, hello. Amúgy. Újonnan? Mondom, igen. Na jó, érted? Azért szokták mondani, az ember nem köt bele másokba, de ha megütnek, visszaüt. Hát igen. Mi van? Mit puffogsz? Annyit adtál érte? Hát mondom, ja, mondom, lopni csúnya dolog. Sose értettem én ezt. Mit akarsz? Mit akarsz tőlem? Mit akarsz tőlem? Mit akarsz tőlem? Mit Telekom? Vagy akkor még T-Mobile volt, Témobil T-Mobile volt. t 5000 ezer Ingyen az, az előfizetőt. Vagy ingyen, igen. Minden van rajta a Facebook. Minden van rajta a Facebook. Igen. Rajta van a Facebook. Meg a Viber. Viber. <laughs> viber. <laughs> én már akkor sem használtam Viber-t, faszom ki volt a viber ez és is kérdeztem tőle, hogy igen, és most mit csinálják vele? Hát ingyen volt a teló, viber re meg ingyen domálunk. És ennyi. Mondom, de és akkor hogyan főlegi. lépjünk tovább ebből a beszélgetésből? Mert én más emberekkel akarok más dolgokról beszélni, de nem lehet. Érted? Nem lehet, mert előveszi a konzertnyitót, és kinyit. Érted? Szétnyit belülről. És ez így megy a végtelenség ez a beszélgetés, érted? És nekem meg kell értenem, hogy egy hülye fasz vagyok, és az a ZTL blade pénz jön. És azt várja, az aksi mert... alól, Jani, összehajtogatott ezresek jönnek ki. És azt várja, hogy azt mondta, hogy bazd meg, de hülye vagyok. Tényleg. Igen, így van. Öcsém, hónap kirabom, Ezt kirabom és veszek egy ZTE blade Mondjuk, akkor meg fogok érezni, hogy hova robtam ki. De nem ez a lényeg. Igen. Nem ez a lényeg. De nem, kész. Meg kell. Az úgy van. Minden is. Meg kell érteni. Nektek pokofon? F1 van? Ugyanolyan jó választás, mint az ETA Blade. Nem, ugyanolyan jó választás, mint bármilyen telefon. Igen. Érted? Sem baja nincsen addig annak a gyereknek, ameddig pokofonja van, érted? Ameddig nem jön oda bazd meg, és nem kezdne baszogatni azzal, hogy vegyek pokofont, mert aki nem vesz pokofont, az egy hülye fasz. Igen. Érted? Mert megint az emberekkel van baj, nem a termékekkel. Ez a probléma. Érted? Amúgy ah, ez így van, ja. Nem értem meg, hogy hogyan alakult ez ki. És ez mind a frusztráció, a Heinz példa, és a többi. Hogy az embereket frusztrálja az, hogy vannak olyan emberek, akik meggyőződésből hajlandóak ö, gyakorlatilag drágább készüléket megvenni. Igen. És belekötnek az emberbe. Vannak ilyenek, tényleg. Pedig gondolom, hogy senkiben nem szoktak belekötni, akinek pokofonja van, mert legtöbb ember nem is ismeri. Látják, hogy ott van egy nagy kijelzős. is telefon és kész, lehet bármi. És valaki azt hiszi egyébként, hogyha mondjuk ezer embert megkérdeztek az utcán, hogy mondjuk két ember ott van, és akkor egy S9 meg egy S10-es mondjuk mit tudom én, ott így állnak, és akkor mit tudom én, ezer ember végig kérdeztek, hogy melyik, melyik. Jobbat mondok, ha egy S10 előtt, amit most jelennek, és megkérdezel ezer embert, hogy mi ez a telefon. Az elejét mutassad, ami nincsen márkajelzés. Hogy melyik teló ez? Hát még, még halvány segéd segít fogalmas lesz róla. Sőt, segítek. Ezer emberből szerintem legalább 400, de lehet, hogy több, azt se fogja tudni, hogy Android van rajta, vagy iOS, vagy mi a faszom az az operációs rendszer. Hát ez biztos. Sokan nem tudják, igen. Te meg csikland az a vesélet hónapokon keresztül, hogy a faszomba vedd meg? Ja. Amúgy most volt akciós az S8. Igen. Mm -hmm. 8, 70? Volt 80? S8. Aha. Hm. Beton volt egyébként, láttam. Ja, érkezett egy olyan komment most, hogy valaki azért vesz drágát, mert menőzni akar vele. Igen, ezekről az emberekről beszélünk, most beszéljön. már a második napja. Ez már a másfeledik happy hour. Hát most már igen, a második. Lassan. Na mindegy. Vannak ilyen dolgok, srácok, nem tudom. Az az igazság, hogy elmerültek az emberek ezekben a dolgokban. Én, az, én azt gondolom, hogy... Hogy ha ez mozgatja az embereket előre, ha ezért dolgoznak jobban, ha, ha ettől, ettől lesz jobb az életük, csinálják ezt a dolgot. De... Ez lehet valakiek ez a hobbija, amúgy. De ez nem... Simán. Hogy ilyen végtelen drága dolgokat vesz. Ez is egy, ez is egy mánia, valamilyen szintes de, de el. Az. Mi is szeretjük ezeket a dolgokat, szeretjük a tech dolgokat, szeretjük az új dolgokat, már ha vannak. És úgy izgatja az embert a technológia, de az élet nem erről szól. Ez tök király. Én is úgy vagyok vele, hogy, hogy szeretem, érdekel, amikor megjelenik egy új cucc, utána nézek, hogy milyen, mit tudom én. Persze. De az életem nem erről szól. Tehát nem, nem tudom arra helyezni a hangsúlyt, hogy, hogy hogy én egy olyan célt tűzök ki magam elé, amivel gyakorlatilag az életem összes többi részét háttérbe kell, hogy szorítsam, mivel hogy máshogy nem lesz rá pénz, és azt hiszem, hogy ha elérem, tehát megveszem azt a dolgot, megváltozik az életem. Mert valaki azt fogja mondani, hogy de jó telód van. Jó. Ja. Nem tudom. Furcsa. No. De rengeteg ember egyébként alapvetően bizonytalannak érzi magát, nincsen önértékelése, nincs önbecsülése, kívülről várják a, a, megerősítés, stb. Ez egy, alapvető társadalmi probléma manapság. Köszönhetően az Instagram, Facebook, YouTube, stb. De mikor már ilyen eszközökhöz nyúlnak, szerintem ennél sokkal több értelme van annak, hogyha valaki, mit tudom én, tényleg elmegy mozogni. Igen. És azzal próbálja meg magára a figyelmet, hogy legalább jót tesz magának. Igen. Vagy a leg, legjobb, amit tehettek, ha fel akarjátok magatokra hívni a figyelmet, ezt a múltkor láttam egyébként, hogy van ugye itt Debrecenben egy futópálya, most a mozgásútot eszembe, ott mm -hmm. a stadionnál, a stadion kör, körül, körül lehet így futni, ott külön futópálya van kialakítva, és hogyha a menetiránya szembe kezdtek el futni. Ez, ez a legmenőbb szerintem, amit lehet csinálni. Tehát mindenki egy irányba fut, de volt egy csáva, aki mindenkivel szembe futott. Annyira rögtön az, ez? mondom, na ez, ez. Ő kitűnik a megből, érted? Legmenőbb. Hát igen. <laughs> Nem tudom, én is néha úgy érzem, pont felhasználom a példát, hogy hol tartunk uh, itt, uh, itt uh, Európa-Keleti felén, uh, és hogy miért akarunk ennyire modern dolgokat, meg minden. Tehát, tudjátok, ez is olyan, hogy hogy itt élünk a high-tech világban, a modern világban, mesterséges, mesterséges, intelligenciákkal körülvéve, és azt hiszük, hogy az új begyünkben van a technológia. Ami valójában így is van. Bizonyos emberek tudják adaptálni ezt a dolgot, bizonyos emberek meg nem. És akkor belegondolsz abba, hogy úristen, mesterséges intelligencia lesz, terminátor, meg amit el tudsz képzelni, érted? itt van a jövő. Aztán elmész a boltba, és már annyi ideig nézel azt a nénit, aki a tolni ajtót húzza be az meg öt perc, hogy rágyújtasz. És így gondolkozol azon, hogy odabent kapható egy csomó izgalmas dolog. Mindenféle lejátszókészülék, mobiltelefon, televízió, stb. Hogy azzal mit csinál? Mit hisz, amikor meglát valakit Bluetooth headseten beszélni? mit gondol arról, amikor meglátja, hogy valakinek mondjuk, mit tudom én, bokáig van, csak felhúzva a drágia. Vagy, ö, hmm. vagy úgy néz ki, mintha 70-es cipőméreten mászkálna, mert az valami új trend. Furcsa, nagyon furcsa az, hogy annyira modern, annyira, annyira előre haladott világba próbálunk megélni. Ö, többek között nyilván én is. És aztán rájössz, hogy a valóság az meg rohadtul nem ez. Érted? Mert a legtöbb embernek problémája van azzal, hogy bele kell tenni az elemet a távszabályzóba. Ami amúgy nem távirányító, képzeljétek el. Hát, Na igen. Jó, uh, hát ez, ez, ez igaz. És persze ez nem az átlag, csak mondom, hogy nagyon furcsa uh, ránézni erre a világra így. Aki kérdezte, hogy szerintem, szerintünk külföldön is ez megy, ez biztos. Persze, hogy ez. Az egész világon ez. ez, ez, ez De külföldön még rosszabb persze, ez a dolog. Rosszabb, persze, Mert rosszabb. eleve sokkal több ember van. Igen, Magyarországon Magyarországon még ciki hülyének lenni. Külföldön nem. Nem, és ezt, nem. Ezt, ezt nyugodtan kőbe lehet vésni, tehát ez ez így van. És külföldön sokkal-sokkal-sokkal-sokkal nehezebb kitűnni. Mert ott basszus Sokkal ha, több ember e, van? Grédient átmenetes hajjal, és e, mit tudom én, egy rózsaszín e, hajú Trump logóval a fej, egy pólódon kimész az utcára, akkor sem vannak nézni. Nem, mert óriási tömegek vannak. Ja. E, vannak olyan emberek, akik úgy érik le az életüket, hogy soha nem néztek rá másra. Mert, mert ilyen ez van, higgyétek el, így van ma Magyarországon még mindig ciki hülyének lenni. Külföldön nem Egyetlen nem. Ja, ja, ja. Nem ciki. Külföldön lehet hülye. Ezért vannak a boltok, a szolgáltatások, minden szar. Érted? Hát Japánban meg izé, cosplaybe járnak a boltba is. Tigris ízébe, ruhába. Sinan. Én tudom. Nincs az a semmi gond. Külföldön szerintem még ez sokkal-sokkal nagyobb probléma, mint itt Magyarországon, higgyétek el. Ez így van. Higgyétek el, egy alapvető intelligencia, egy alapvető látásmód azért még mindig megkívánkozik nagyon sok mindenkivel. Hogyha mit találkoztok emberekkel, kicsit jártok az országba, stb. Külföldön ez nincs így. Ja. Külföldön ez nincs így pedig, mit tudom én, sétálsz a tengerparton, és ott jön egy csávó, aki sajátében nem járt iskolába, a gurul a görreszkáján, szívja a fivét ugyanabban adrákban jár három hónapja, és azt mondja, hogy this is my life, man. <laughs> és így azt mondod neki, hogy fuck yeah, ez, az, ez a csávó tudja, ő döntött így, ő választotta, mert itt választhatja. Ennyi. Ennyi. Igen. És olyan életérzés fog ki, mint az állat. Nem, ez a gyerek egy hülye fasz, ott áll a gördeszkáján, és semmit nem csinál az életével, és nem a oda, kirabol ez Magyarországon lenne, ez a csávó. Kint meg, this is life, man. So cool, man. Ennyi. Ennyi, ennyi a különbség. Megy a izén, a beachen, gurul. Gurul a beachen, érted? Ha büdös bemegy a tengerbe, kijön. Az szabad. egyik sarkon az íc, megsegítésére gyűjt, a másik sarkon a rákos gyerekeknek, de csak összejön a napi. Vannak ilyenek. Hát, a nem, napi Jackson. Igen. És így ennyi. És így ennyi. A külföldön, a nagyon nagy országokban, amikre úgy felnéznek az emberek, sokkal voltabb az egész. Ott, ott meg lehet csinálni azt, hogy hülye vagy, mert ott nem ciki, hogy hülye vagy, mert lehet hülye. Ennyi. Itthon azért, ha hülye vagy, akkor jó a Hé, amúgy igen. Elve. Még mindig úgy érzem, hogy nagyobb a különbség. De lehet, hogy tévedek. De, nem, nem, biztos. Én arra, nem, hogy, hogy lehet vésni, arra gondoltam, hogy hogy a véleményem nem fog megváltozni. Én, 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 ezt, én ezt abszolút így látom. És ezzel ott sincs gond, tehát nem arról van szó, hogy ez most egy rossz dolog. Mert most érted, az a szabadság, hogyha lehet hülye is. Én itthon úgy érzem, hogy nagyon nem lehet hülye. Nem. Hát, vagy ha hülye vagy, akkor nagyon beszopod. De az biztos. Hát be. Mármint, hogy tényleg de, meg lehet De, de lényegtelen, mert úgyis meggyőzöd magad arra, hogy... Hát akik, akik ebben benne vannak, azok meggyőzik magukat, hogy a rendszer szar, persze. De na, azért itthon, itthon nehéz hülyének lenni, és, és, és valamilyen szinten így társadalmilag fennmaradni. Nem tudom. Én nem tudom, hogy, hogy hogy, sikerült azt értenetek, hogy itthon lehetsz hülye. Én pont azt mondom, hát, hogy nem. ott vannak a celebek is. Mi van velük? Hát azok is. Az egyrészt elég hülye, amúgy. Az, már, az egy teljesen más. De az hogy... egy teljesen más szegmens. Hát más, más. Az, az egy teljesen más szegmens. Mondjuk, hogy azok meg tudnak élni. Na jó, de az hát a társadalomnak mekkora része? Hát kicsi, kicsi. De, hogy kicsi. Húsz 20 évente, 50 Na jó, mert. de hát az is az akkor kivétel. Igen, de nem lehet példa, mert nem fogod tudni elérni. Nincs elég hely. Igen, ez tény. Mert Igen. De prefektor, pontosan ez a lényege egyébként, hogy most, most felhozod ezt a példát. Látod, hogy nem. Mert látod, hogy kidobja a rendszer. Ez van. nem, nem, nem általánosíthatunk olyan dolgokkal kapcsolatban, hogy most mit tudom én, kigyúrja magát valaki, vagy egy csaj szétszilikonozza magát, és akkor nézik, hogy mit tudom én, a, mind a 30 IQ-jával zsonglerkedik be meg a tévébe. Tehát ez, mondom, ez egy ilyen annyira vékony szerep. Vékon, vékony, vékony. Érted? az a legdurvább, hogy ugye bizonyos rendezvényeken, annak kapcsán, amit csinálunk, sikerült így hát nem találkozni, elmenni ilyen emberek mellett Ó, rendezvényeken. Nem, nem, nem. és mit hiszel? Mit hiszel? Ő csak játssza ezt a szerepet, mert ebből él, de valójában, valójában, micsoda, mi valójában, oda, mész, oda valaki mellé egy ilyen iszonyat rendezvényen, ahol ott van mellett egy szerep a pultnál, és. Mit szeretnék kérni? Körülbelül ez. Ennyi <laughs> ki De már a legjobb, szerintem ők azok, akik, tudod, nem, nem ilyen bling bling nyomják, bár vagy valaki az. De hogy, hogy is, is, azt hiszem, amit mondanak, baj, nem, mert nem. Eleve azt kell nézni, hogy ők ott vannak, tudod, így. Csak így megjelennek a háttérben, hogy itt vagyok. Itt vagyok, felismersz. És kicsit így elmegy, aztán vissza, hogy na felismersz, most itt vagyok. Ú, baszke, a legjobb példa szerintem az a barátok ezt gyerek volt, de most erre nem megy bele. Az basszus, amit csinált az a playboy estén, ú, állandóan oda akart hozzánk jönni. Undorító. Na mindegy, hagyjuk. Ah, csak a magam. Az a, hogy amúgy a, még mindig a, az a gond, hogy én sincs a legtöbbről, ki az. És így tényleg ezt csinálják, itt vagyok. Hello? Én úgy egyáltalán uh, úgy felismertem embereket, nem csak azon az este, hanem úgy egyéb is. Uh, és uh, igen, na mindegy, nem, 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 nem az intelligencia sült ezekről az nem. emberekről. Higgyétek el, elég rossz az nekik. Azt tuti. Igen. Tehát most érted, gondoljatok bele, milyen az, amikor, mit tudom én, ilyen celepárokkal legyeszkedik a sajtót, aztán utána egy fél évvel később az, hogy elváltak, érted? És akkor képzeld el, hogy oké, ez a hír. Olvasnak, megvetik az újságot, rákatintottak a cikre, egy csomó mindenkinek van belőle pénze, meg minden, és ők ketten? Ők ketten velük mi van? Jennifer, miért hagytál el? Nem tudom. Hogy ez most mi? Érted? Nem lehet tudni, hogy mi van. Mert ez van. Érted? Hogy nem tudod, hogy, vagy mi van? Hm. Igen. Na mindegy, fura ez, fura ez, srácok. Hát a nép kajája, ez igaz. De valójában tudjátok ti is, hogy nem ők jelnek meg belőle. Ők pénzt kapnak érte, de nem ők jelnek meg belőle. Nem. Ők egy részét megkapják a pénzüknek. Hát valamilyen szinten igen. Öm, majd majd, majd egyszer, majd egyszer lehet belelát mindenki ebbe, amikor véget ér ez a korszak, majd lassan véget fog. Oh, próbálok a csetből folyamatosan kikapkodni dolgokat, de egyszerűen, egyszerűen nem tudok. Egyszerűen nem tudok. Furcsa látni egyébként azt, hogy, hogy, hogy itt beszélünk róluk, itt van a egyébként az egész dolog, amit, amit, most témaként választottunk, és, és valahogy, valahogy, valahogy a csetben mégis, tehát még ennek ellenére sem, sem tud meghasonlani az a réteg. Aki, akiről mondjuk szó van. Mm. <coughs> Az okosokat miért nem látni a nagy színpadon? Én nem hiszem, hogy nincsenek ott a nagy színpadon. Van nagyon sok uh, okos ember. Hogy ne lenne? Azon a bizonyos nagy színpadon. Csak uh, ők más miatt érdekes emberek. Meg máshol találkozhatsz velük. É. <háll> nem ilyen túl populár rendezvényem. Mondjuk ott is előfordul Ott néhány. is vannak. Igen. Igen. Most uh, volt ez a. Na, basszus, gyorsan akartam mondani. Csillag. Amikor tisztő, ott volt a Elon az anyukája is, azon a rendezvényem. De mi nem voltunk. Nem voltunk ott, ja, hanem volt, Pesten volt egy ilyen, hmm, találkoztak ilyen, ilyen, hát hogy is mondjam meg, ilyen kurva okos emberek igazság szerint Pesten. Nem tudom, mi volt a Brain Bar. Lehel, lehet, hogy az volt a múl. Brain Bar, ja. Hát az, egy spe, az, 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 tényleg egy speciális rendezvény, nem tudom, hogy nagy Na, de ott például találkozhatok okos emberekkel. Vagy legalábbis ügyes emberekkel. Vannak, higgyétek el, hogy vannak az idézőjeles nagy színpadon is intelligens, sokos emberek, csak rájuk kevésbé figyelnek oda, mert ugye ők nem villantják meg a segőket a metron, vagy ilyesmi. Azért legyen, mit tudom én, egy-két egy, egy kép vagy mit tudom én. Ja, ja. Az a durva, hogy az ember virálják mindig a vélemény, véleménye miatt. Üm, nyilvánvaló, most lehet, hogy velem is nagyon sokan nem értenek egyet, sőt, valószínű, vagy nem értenek egyet. Üm, az, hogy én hogy látom ezeket a dolgokat, az egy dolog igazából így, a, így, így, mondjuk a celeb oldalon. Hát a belegondoltok, rettentő jó táptalaj volt a stand-upnak, évtizedeken keresztül azt kell, hogy mondjam. Um, megjeltek belőle a kereskedelmi televíziók és a szennylapok. Megjelhetést biztosított olyan embereknek, akik hát nem, hogy nem nagyon szoktak, de lehet, hogy is tudnak szaporodni, mert nem tudom, ritkán hallom, hogy hogy besikerült, hogy annyi ideig nem tudnak egymással együtt lenni, mert nem értik, hogy mi van. Érted? Szóval így. így ne, fú, fura, fura egyébként, de megvan a haszna. Látjátok, hogy megvan a haszna, ettől kerek a világ, ettől megy előre. Külföldön ez még rosszabb. Csak hogy, akar, csak hogy akartam mondani, miért valaki megkérdezi. Ki dönti el, ki az okos ember? Ez milyen kérdés? Ezt Neked segítségre van szükséged ehhez? Ez egy na, igen, hát tehát te... Itt van a probléma egyik gyökere. Mi az, hogy ki dönti el ki az okos ember? Az az okos ember, aki szerinted az. Így van, teljesen Mi, Mivel, el. hogy ezek viszony dolgok. Érted? Tehát, hogyha ez egyik ember elnyal egy fagylaltot, a másik pedig a a közepére ö, szúrja, aztán szétcsapja a tenyerével, a kettő közül te meg tudod állapítani, hogy szerinted melyikőjük az okosabb, vagy melyikőjük használta funkciója szerint a fagylaltot. Érted? Ha neked segítség kell ahhoz, hogy megmondja valaki, hogy a kettő közül ki az okos, akkor lehet, hogy te mondjuk nem vagy az. Ezek ilyen full egyszerű dolgok, érted? Ennyi. Igen. Nem vagy kibékülve az influencerekkel? Alapvetően egyébként én sem, ö, attól függetlenül, hogy akármennyire is kerülgetjük a témát, mi is azok vagyunk. Hát igen. Én megmondom, is, hogy én szóval sem. a kategóriában sok mindenki benne van. Én sem kedvelem ezt a dolgot, mert De mondom nem. őszintén, és megértem azt is, hogy sok mindenki miért is vesz minket, minket is ugyanez alá, kalap alá, mert bizonyos szinteken erről van szó. Tehát... Hmm. Öm, most az, aki azt mondja ránk is, hogy ugyanolyan influencerek vagyunk, és mi is, mit tudom én, próbáljuk letuszkolni a torkotokon a, mit tudom én, ilyen-olyan terméket, vagy reklámot, vagy ilyesmi, valójában így van. Mert több dolog a kapcsolatban, mi is ugye ugyanilyen, hát hogy is mondjam, megállapodásokon, együttműködéseken keresztül tartjuk fenn a csatorna egy részét. Uh -huh. Tehát ez így van. Tehát ez, ez, ez nyilván nincsen máshogy. Üm, és aki ezt nem kedveli, vagy akie, akinek ezzel az ideológiával problémája van, én megértem. Tényleg megértem. Még nálunk sok minden más is van, egyébként, meg próbálunk értelmes dolgokról beszélgetni veletek, stb. De de ettől függetlenül a tényen ez még nem sokat változtat. Hogy, hogy mi, is, mi is ebből élünk egy Jaj, bizonyos szinten. Ez így. Hogy, hogy mi is ezt tudjátok. Prefektor, ebbe igazad van, ebbe igazad van, hogy alapvetően egy negatív hangzása van. Tehát, igen, talán ez a legjobb megfogalmazás. Mi is influencerek vagyunk egy bizonyos szinten. Az más kérdés, hogy ennek a szónak negatív töltete lett. Ettől függetlenül ugyan, tehát, tehát mi is azok vagyunk. Most aki minket is ezzel a úgymond, egy kis esernyő alá akar behúzni, és ugyanúgy, mint ahogy a televízióban a celevek az interneten az influencerek kalapba tesztek be, valójában igazatok van. Valójában igazatok van. Itt igazából az, hogy mi választja el az egyik influencert a másiktól, az az, hogy mire használja a befolyást és az ebből származó pénzt. Amúgy igen. És igazából én azt mondom, hogy ezen belül is megvannak a megérthető rétegek. Mert vannak olyan emberek, mint mondjuk van egy influencer, aki mondjuk például tényleg nem, igazából tartalmat nem csinál, Instagramra tesz ki képeket a fantasztikus testéről, vagy a vagy a kutyájáról, vagy a utazásairól, a kalandjairól, teljesen mindegy, ami tetszik az embereknek, és ezt kihasználva mindenhol termékelhelyezés, stb. stb. van, és a pénzt arra használja, amit ebből kap, hogy megéljen, hogy luxus tucokat vegyen magának, hogy menő autókat vegyen magának, hogy jó ruhákat vegyen magának, stb. Mm. És van egy csomó ember, aki szerint ez teljesen rendben van. És őszintén szólva, szerintem is. Ezt mindenki teljesen maga dönti el. Ja, ja, ja. Vannak olyan emberek, akik elköltik a pénzt, van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy uh, bazek ez igen kapta lehetőséget az élettől, kihasznál magad eljutsz oda, hova szeretnél. Ez van. Ez az ő döntése. Mindenkinek, aki őt lájkolja, vagy megosztja, vagy mit tudom, hogy mit csinál vele az Instagramon, szíve joga eldönteni, hogy neki szimpatikus -e ez a viselkedés, vagy nem. Vagy szimpatikus a karakter, vagy nem. Ez, ez, egy teljesen normális dolog. Én megértem azt is, aki egyetért ezzel, nagyon megértem azt is, aki egyáltalán nem. Mi másképpen használjuk fel, ugye a magát befolyásunkat is, a lehetőségeinket is, meg a pénzünket is, hogy mi, 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 mi például nagyon-nagyon régóta arra használjuk, hogy fejlődjünk folyamatosan, és hogy próbálunk több jobb tartalmat csinálni, ami egyébként nagyon látványos lesz szerintem az elkövetkező egy évben, de most az lényegtelen. De, de ez is egy olyan dolog, hogy van, aki ezt is megérti, van, aki azt húzza le belőle, hogy ne, a csatorna nem az, amit ő megszeretett, úgyhogy basszuk meg. És azt mondom, hogy teljesen meg lehet érteni ezt is, srácok. Tehát ez egy olyan dolog, mondom, hogy nem kell segítséget kérni ahhoz, hogy eldöntsd, ki az okos. Nem kell segítséget kérni ahhoz, hogy eldöntsd, hogy mit szeretsz. Nem kell ahhoz se más véleményét meghallgatni, hogy el tud dönteni valakire, hogy fasz vagy nem. Ahhoz se kell segítséget kérni, hogy melyik terméket válasz, vagy megvedd a drágább dolgot vagy hogy uh, ki mit gondol rólad. Van agyod. Gondold végig, hogy neked mi a véleményed. Ne szégyeld azt. Ha szerinted valami szár, akkor az szar. Nem tudom, hogy mi a nehéz. Ez így van. Tehát, tehát én, én, azt látom, hogy valaki szégyelli azt, hogy neki nem tetszett a legújabb Transformers film. Most csak mondtam egy példát. Mit kell azon szégyelni, baza? Szerinted szar, szar. Ez van. Engem egy akkor halom ember után, mert azok egy csomó mindent, amit szeretnek, hogy egyedül mégse érdekel, szerintem akkor is szar. De szerinte jó. Ő élvezte, ő szereti. És neki az a dolga, hogy megértse, hogy az neki nem lesz rosszabb, hogy szerintem szar. Ha ez így uh, érthető. Ez, ez, teljesen logikus egyébként. Nézzétek meg, Pisti utálja a csét, Szerintem egy szar, én szeretem. Ennyi. Ezt mondjuk, nem tudom, miből szűrted le. Hát, Mert szerintem az átlag embereknél több órán van csébe. Hát jó, de nem szereted. De! Én szeretem a csét. Én azt nem értem meg, hogy miért játszol vele. Na, na! No, 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 de, 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 de én, én, én szeretem én. a csét. Hát. Reggel mindent szeretek, amit nem csinálok. De akkor, a, akkor a PUBG. A pubg sem utálom igazából. A PUBG-t nem értem. Nem érted. Nem értem. Én azt nem tudom megérteni, tehát ezzel például nekem az a gondom, és de ez se változtat senki. Tehát semmilyen véleményen. Tehát ez a pro és kontra srácok. Ott a pámcsi. Én nem tudom megérteni, hogy valaki ugyanazt a 25 percet ismétli, van, hogy már 8-10 ezer órája, bazd meg. Ugyanazt a 25-30 percet ismételgeti megállás nélkül, és nekem azt mondja, hogy ő szórakozik. Én ezt nem tudom megérteni. Van, aki azt nem tudja megérteni, amit én csinálok. Ez van. Érted? nem tudom megérteni, hogy hogy a faszomba jutottunk odáig, hogy eltelt ennyi kibaszott kurva év, és elég, elég egy fricska. Érted? Ahhoz, hogy valaki végtelenség jelvezzen valamit. Ennyi befektetés kell egy cégtől, Most már. Eljutottunk idáig. Érted? Sokan mondják, hogy a kevesebb több. Ebben az esetben abszolút igaz. Abszolút igaz. Tehát csinálsz egy egy század játékot, és végtelen pénz. Én ezt nem fogom megérteni soha, nem is fog egyetérteni vele, ettől függetlenül nem mondom, hogy utálom a játékot. Nem, na mindegy. Ebben az baj, hogy erről hosszú ideig lehetne beszélni. Micsoda? Hát csak annyi, hogy. De mondom, tehát igaz, hogy szerint nem ugyanazt játszod. De. Nem. Mert minden egyes játék más. Minden egyes kör más. Mert Te Jani vagy? másképp történik. De tök másképp történik minden. Hát figyelj, igazából ö, másképp történik, ezt megértem, és tudom, mire gondolsz. De azért, azért játszok vele ennyiszer. Lútolsz, igen. És vagy meghalsz, hát vagy nem. Hát az a része az ugyanaz. A lút. Vagy meghalsz. De a lút is különböző. Vagy nem. Hát igen. De amúgy még tök más az egész. Más. Egyébként más. Én megértem. Alapvetően a CG ez. tehát most nem erről van szó. Hát meg az, meg is az, az is ugyanúgy repetatív, mint olyan. Igen, igen, igen. Ö, tehát az is ugyanaz, az Egy is multiplayer meg, játék. És így van, A Siege Mesh is tök jó példa. Mert ott is minden másképp alakul, minden egyes körben. Így van, csak az a játék olyan, mint mondjuk ilyen legalább 2015-ben készült volna. Csak, az, csak ott nincs benne ez az loot rész. De, de most nem a loot része gondolok egyébként, mert az, az amúgyi, alapvetően egy érdekes újdonság. Hogy ugye a múlik, hogy megtalálod-e vagy sem. Tehát nekem ez igen, tetszik igen, ez igen, a koncepció igen, benne. Érted? Mint olyan. Öm, jó, hát nincs két ugyanolyan meccs. Ez valószínű, így van. Mert megértem, hogy hát nincs. Igen. De a, most érted. Öm, mi ez? Mi, mi? Ja, valaki kérdezte, mikor kezdődik. Há -há. Ja, uh -há. milyen aranyosak. Igen. Na, szóval, szóval én, például én ezért játszom. Mert hogy tudom, hogy sok embernek uncsi, amúgy nézni lehet, hogy az. Tényleg. Hát amúgy a példa nem ezt mutatja, mert sokan nézik. Hát sokan. Igen, de nézik. Relatív nézik. sokan nézik, nézik. igen. Nézik. igen. De pedig, pedig nem. Tehát mindig, mindig van benne valami új. Az adott körben. Igen, vágom. Én mondom, én, 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 tehát én, én nem azt mondom, hogy a, hogy a multiplayer játékok a repetatívságok miatt nem játszhatok, mert nem így van. Mert mondom, Szigyezni is szeretek, mm. csak nem tudok csak azzal játszani. Érted? Tehát én mit tudom, hogy játszom vele, mit tudom, hogy egy héten, nem tudom, öt órát. Érted? És azt igen, élmezem, igen, igen, igen. De nem tudok figyelmen kívül hagyni. Most Bly példáját hozom fel, mert tudom, hogy a tegnap pont mondta, vagy nem. Azt minden szállt tényleg mondta. De nem tudok 8-10 év játék megjelenéseitől elfordulni, azért, a csézek. Ja, hát igen. Tehát így megjelen, mit tudom én, az alatt az idő alatt mondjuk 6500 játék, amiből van 500, ami gyakorlatilag legendává vált. És ezektől így elfordulunk teljesen. Azért, mert nem ne, Véletlenül sejjes nem erről van szó. Csak mondom, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, más meg igen. De amúgy szerintem van egy ilyen egészséges balansz, aki ezt tudja tartani. Aki játszik a single player játékokkal is, de amúgy meg a multiplayer ez ennyi. Én nem tudom, én mindig azt láttam egyébként alapvetően ezzel, ezzel a témával kapcsolatban, hogy ha valaki nagyon szeret, mit egy multi játékot, akkor általában azért nagyon jó benne. Hát És igen. ahhoz, hogy jó legyen mondjuk egy csében vagy egy PUBG-ben azt folyamatosan kell tolni. Folyamatosan Ez kérdező. tény, de azért tudsz időt szakítani másra is. Szerintem simán. De, de, de én elgértem azt, hogy valakinek unalmas a szícs, de nem azt csinált mindig. Ha mindig azt csinálnák, én biztos felkötném magam. Mert én érezném úgy, hogy unalmas. Érted? Mm. De, de legalább jó. itt van, látod? De legalább itt van, látod? Például uh, Blá is ott van példa Kép, aki, 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 aki mm. ő is, mint ahogy te is egyébként mm. uh, rettenetesen sokat csézett, most fedez fel egy csomó játékot, ami kurva jó. Na, amúgy ezt akartam mondani, az én példám legkirebb ilyen szempontból, mert tényleg az volt, hogy amikor megismertem a csét még annó, uh, utána nekem egy csomó minden kimaradt. Mert tényleg az, az hogy csak azzal játszottam, de én rengeteg minden Most csak azért marad. hoztam fel a mert tegnap, vagy tegnap ja, előtt ja, ja. pont mondta a sprinter szállér, hogy mikra maradt le. Igen, igen, igen. De hát azért fontosabb címek azért nem maradtak ki, de, de nagyon sok minden kimaradt, és én így mosolyogok rá, hogy mik voltak. Tök jó. Igen. Hát igen, nem tudom, mondom, ez, ez egy ilyen kör. Én emlékszem, volt egy időszak, amikor én is kott megállás nélkül, uh -huh. mint az állat, annak az volt az oka, mert ott megállt a számítógépem. Egyi. Tehát gyakorlatilag majdnem minden más, ami azután jelent meg, nem futott. Úgyhogy meg, amivel játszani. De azt szerettem nagyon. Ja. Csak na mindegy, ez, ez van. Ö, ne vágyjatok mindig a régi dolgokra, srácok, nem mindig jók azok egyébként. Tehát, a, én elhiszem, hogy mindenki vissza akarja hozni már ezer éve a COD 2 de a COD 2 akkor is ott volt nagyon jó. Azért nem tudjátok a Csével összehasonlítani, mert a Cséhez képest a konot azt így elengedték a semmibe. Mm. Tehát a COD 2 véget ért, jött a három 3 konzolra, aztán a kod 4, és már senki nem emlékezett az Activisionnél a COD 2-re. Nem volt támogatva, nem volt szuportálva, nem volt pecselve folyamatosan, hanem úgy, úgy maradt. A csi meg azóta is folyamatosan úgy uh, tápolódik. Nem ne várjátok a régi játékot, nem lesz jó. Én mondom, hogy bementem játszani egy párszor, és nem lett jó. És abszolút nem lett jó. Igen. Nincs Én nem értem. Lehet, hogy más irányba mentél volna ez elképzelhető. Ja, tuti. De nem biztos. De nem biztos. Mondom, de, hát te is kedveled azért. Te mostanában többen játszottál ilyen szingaljátékok közül. Igen, igen, igen. Azok is, azok is jók. Ja. Alapvetően én, én, én inkább azokban játom. De mondom, de mondom, de ez a lényege, és ez volt a lényege a mai témának, hogy semmit se számít az, hogy valaki a multiplayer játékokat kedveli jobban, vagy a single player játékokat kedveli jobban. Alapvetően azzal sincsen baj, hogy én mondjuk tegyük fel, nem tudok egyetérteni azzal, hogy hogy lehet figyelmen kívül hagyni ennyi single player játékot 25 percért. De ettől függetlenül az, aki élvezi azt a 25 percet, annak nem lesz jobb. Csak egy hang vagyok a távolból, ami vízhangzik. Felrakod a fülest, és elhallgat. Ennyi az egész. Ja. Na, te, te nem kell ettől, 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 feltétlenül ebből ilyen, ilyen forradalmat csinálni. Az, a más, az, az már egy másik dolog, ö, amikor ugye a játékfejlesztések és egy, egy, egy hihetetlen nagy, már-már már történelminek történelmi, is felfogható iparág ö, sérül attól, hogy ez az irány. Az, az egy egész más dolog. Azzal, viszont nem, tehát azzal kapcsolatban nem vagyok hajlandó vitatkozni. Hogy amikor, tehát láttuk, milyen katasztrofális vége lett a tavalyi évnek. Például. Nyilván a sony kivéve. Tehát mindenki belenyúlt a szarba, és jól beszopták. Na, mondj, igen. Tehát gyakorlatilag az óriás cégek, az EA, meg az Activision csak azért nem húzták le nagy franchise-ok -ok alatt a klotyót, mert annyi pénzük van. De a br majdnem sikerült. Hát, a Kodnál is, és a, és a is, úgy érzem, hogy... Bár amúgy a fene úgy a Pisti, én nem, ebben most nem vagyok így annyira biztos. Hát a, BF a, a BF nél, -nél meg duplán nem vagyok biztos, mert, hogy ott sokkal hamarabb jön a játék, mint a BR. Tehát, hogy az emberek, hogyha akartak megvették az alapjátékot. Én tudom, de látszanak a sales Hát szerintem amúgy sem vették volna meg a BF-et. Olyan sokan. Most az nem, tehát érted, egy egy, 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 három hónap a később megjelenő plusz kiegészítő miatt nem, nem hiszem, hogy valaki úgy döntött, hogy nem veszi meg a BF-et. Azért, mert van benne BF? Hát ja. Nem azért, ne. ne, 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 ne nem, azért nem vették hát, meg ah. a, a, a játékokat, mert Battle volt benne. Hmm. Megvették. Nem ja, ja. Hát nem volt jó, ja, ez tény. Mondom. csak nem mentek volna ebben bele, hanem ez lett volna a trend. Hát az tény. Mondjuk, hát nem is sikerült túl jól, az tény. Ez lényegtelen, nyilván azért nem lettek népszerűek, mert nem lettek jók. Uh -huh. Csak ők azt csinálták volna, amihez kurvára értenek, hogyha nem jön ez a szarság. Uh -huh. Mármint a piacra a szarság úgy mond, hogy mindenki hatalmas pénzeket és erőforrásokat fordított erre, mikor nem kellett volna. Igen. Mondjuk a kodnál azt, hát igen. A KOD blackout az, az az is egy tév, tév út volt. Nyilván, ezért nem jött be annyira. Igen. Mondjuk van, aki még mai napig játszik vele, de hát ezért nem lettek annyira népszerűek, és ezért lett veszteséges. Uh -huh. Mert nem lett jó. No. Ez senki sem fértatja, csak sose lett volna blackout, hogyha nem ez a trend. Hanem kaptunk volna a code story módot, mint minden évben, meg kod multiplayer mint minden évben, amivel hát engem nem érdekel ki köpköri, vagy ki nem, de már tizenakárhány éve mindenki teljesen rendben van. Igen. Úgyhogy, na mindegy, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy, megosztó témakör lehet, de mondom, itt van a probléma, hogy a Battle Royale -al alapvetően nincsen gond. A piacra való hatásával van gond. Érted? Idén hallottatok, hogy lesz BF-játék? Most idén? Hello. Nem lesz BF-játék idén, most új? Nem, nem. tudom, én nem hallottam róla. Kód lesz? Az lesz. A BF az, az nem lesz. Az nem lesz, ha jól tudom, idén. Hm? A felkértől a GameScape-ra nem kaptok választ. Jövőre lesz új BF, ja. Ez van. Majd látjuk. Lehet, hogy lett volna most is. Majd meglátjuk. Uh... Nem tudom, hogy tényleg én a BF-nél ezt annyira nem érzem. A COD. A COD-nál. Ott az tényleg arra, hogy nem lett single player. Ott ugye sok konzolos nem is értett, hogy mi a szar van. Ja. A BF-hoz semmit nem változott az előző BF1-hez képest. Hát, a, 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 alapvetően a, ugye a témaválasztás a, is furcsa, furcsa módon terelgette a dolgokat, mm. ugye, a, mert nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Meg a másik az volt, hogy igazából a, ugye azt mondták nagyon el, mm. hogy a, mivel hogy nagyon keveset változott a bf hez képest a mm -hmm. ezért a a, a Royale akarták eladni, amivel nem tudtak elkészülni. Hát nem készült el, ja. Igen, igen. Igen. Úgyhogy ez, itt is ez lett igazából, úgy, úgymond a probléma, hogy erre, erre próbáltak ráállni. De hát majd meglátjuk, hogy hogyan ez össze. A Gamescom érdekes lesz, srácok, mindenféleképpen. Uh -huh. öm, nagyon sok bejelentés lesz, elvileg új dolgok is, én nagyon kíváncsian várom, majd biztos beszélünk róluk, öm, nem tudom, hogy hol, mert ugye a hh ban nem lehet, mert ez lesz belőle, ami most. Öm, úgyhogy, öm, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mik lesznek. Öm, Remélem kapunk dátumokat. És a többi. Uh, srácok, délután valószínűleg Border rendezek? Bordal rendezünk, ja. Bocs, hogy túlmentünk az idő. Annyi baj legyen. Szép napot nektek! Cső-cső